Sinka István, ki tud róluk? Fatornyos falu Marci háza, a pándikondások hazája. Ha éhes vagy, ott málét adnak. Emlékszem rá, hogy Lina néném deszkendált minden darabnak, mert félt szegény, hogy a hétvégén elkopik, az is nem lesz. S aztán kihűl létük, mint szén a patkán. Tudom ma is, úgy őszfele olajat is kevert bele, hogy jó omlós legyen a málé. A tojás, a té, a csirkék haszna adóban úgy is a hazájé, ami marad, attól fölaszna olajhiányan az álluk, s Amerika várna rájuk. Ám kékszemű kis Lina néni nem akart hazát cserélni, volt inkább az urak vakja. S tavaszra tűnődő arcát az éjség árkokkal megrakta, mert az utolsó rongykrajcárt azért kellett odaadni, hogy nyugton tudjanak maradni. De lám, a napraforgó virág, hogy valami kis remény csak áld, Lina néni is bízott nagyon. Bizalma mégis semmivé lett. Egy árnyéktól puha hajnalon a vityillójuk porig éget. Akkor hagytak ott bennünket, s egy major mélyiben eltűntek. Én azóta se tudok róluk, de a világnak mégis szólok felőlük. Két öreg cseléd, Pruzsalina, Szilágyi Pállal. Tán széttörtek már, mint a cserép, vagy fonnyadnak lassú halállal. Ha tudna róluk bárki mégis, üzenjen, hogy tudjam én is.